Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofon mögött, Nagy Balta Jonatán. Mai vendégünk pedig Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője. Köszönöm, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget. Mai adásban pedig aktualitásokkal fogunk foglalkozni, az Egyesült Államok aktualitásaival. Ugye a múlt héten volt a választás az Egyesült Államokba, amit Donald Trump behúzott, és meglepő módon elég nagy arányjal tudott megnyerni. Hogyan telt a győztes első hete? Ugye a győzelem után, ami tényleg egy sokak által nem várt nagy arányú győzelem volt, mind Donald Trump számára, mind a szenátusban azért egy viszonylag kényelmesnek mondható többséget szerzett, illetve a képviselőházat is behúzták a republikánusok. Az első hét az igazából, én ahogy látom, azzal telt, hogy egyrészt megfogalmazták a szakpolitikai elképzeléseiket, amiben olyan sok meglepő igazából nincs, mert például a határvédelemmel kapcsolatban jelentek meg elképzelések, a gazdasági élet élénkítésével kapcsolatban jelentek meg érdekességek, illetve a másik nagyon fontos történés az volt, ami talán jobban érdekli az embereket, hogy a személyzeti politikáját azért viszonylag jól ismerjük már Donald Trumpnak, tehát több mint fél tucat ember, akár a kabinetből, akár a stábból már nyilvánvalóvá vált, hogy kik fogják ezeket betölteni, és igazából a legtöbb esetben a személyzeti jelöléseknél, ugye kinevezésekről még nem beszélhetünk, hiszen januárban iktatják be Donald Trumpot, és utána nevezheti ki a kabinetjének a tagjait, és ugye számtalan a kabinet tagnak, nagyköveteknek a szenátusi meghallgatáson kell átesniük, és a szenátusnak jóvá kell hagynia az ő jelölésüket. A viszonylag kényelmes 53 fős republikánus szenátusi többség mellett én nem gondolom azt, hogy ez probléma lenne, de tény, hogy ezeken a formalitásokon át kell esniük. Ugyanakkor azt már most látjuk, hogy több olyan kinevezés, pontosabban jelölés van, amin a fősodratú média, meg az elemzők egy része is azért meglepődött, hogy kiket nevez ki az emberei körébe, kiket nevez ki akár nagyköveteknek, akár a kabinett tagjainak, akár pedig a fehérházi stábba. Alapvetően ez volt az a két dolog, amit az előző héten, vagy amelyek elkezdtek szivárogni, egyrészt a szakpolitika, másrészt pedig a személyzeti politika. Nyilván ez azt gondolom, hogy a beiktatás környékéig ez így is fog maradni, folyamatosan fognak megjelenni nevek, én arra számítok, hogy kik lesznek benne a stábban, kik lesznek benne a kabinetben, és igazából mire eljutunk a beiktatáshoz, addigra azt gondolom, hogy minden fontos pozíciónak a várományosát, azt ismerni fogjuk, és onnantól kezdve meglepetések már nyilvánvalóan nem lesznek. Akkor beszéljünk arról, hogy az adminisztrációba eddig kiket jelölt meg Donald Trump. Kik lehetnek most ebben a következő 4-5 évben Donald Trump emberei? Két részre bontanám a kérdést, illetve két és fél részre pontosabban, mert ugye egyrészt vannak a kabinettagok, akik fontosak, a Fehérháznak a stábja, akik fontosak, illetve vannak már revesgetések nagykövetekről, és ők egy ilyen két és feledik csoport ebből a szempontból. Ugye a legelső, akit megnevezett Donald Trump már a győzelem után nem sokkal, egy-két nappal, az Suzy Wise, aki a stábfőnöke lesz a Fehérházban, és ő ugye róla nem csak azt tudjuk, hogy egy viszonylag régen a republikánusok mellett politizáló stratégia alkotó, már az 1980-as, 90-es években is a republikánusok környékén mozgott, kisebb pozícióban nyilván, de azért kötődött már a Ronald Reagan féle Fehérházhoz is, de azt is tudjuk róla, hogy erős floridai politikai kötődései vannak, tehát például Rick Scott szenátornak, illetve DeSantis kormányzónak a kampányát azt segítette, és amint ugye az eredményekből látjuk, ezek sikeres kampányok voltak, hiszen mind Rick Scottot, mind pedig DeSantis kormányzót meg, illetve újra választották, és ugye emellett, hogyha mindezek mellé oda tehetjük azt is, hogy az első női stábfőnök lesz a Fehérházban, illetve az ő egyik helyettese lesz, aki a Steven Miller, aki a szakpolitikákért fog felelni, és ugye róla azért tudni kell, hogy az első Trump ciklusban is ott volt ő Trump környékén,
és olyan szakpolitikai dolgok kötődnek, vagy lépések kötődnek az ő nevéhez, mint ugye számos muszlim többségű ország állampolgárainak a beutazásának a megtiltásában bábáskodott ő, hogyha úgy tetszik. De hogyha közvetlenül a stáb alsóbb szintjeire lemegyünk, akkor a legérdekesebb kinevezések egyike, vagy jelölések egyik az mindenképp Tom Hamann, aki ugye határcárnak, magyarul elég fura kifejezés, de mégiscsak ugye border cárként használják ezt a titulust, tehát ő lesz a felelős azért a Donald Trump által többször és hangsúlyosan megígért politikáért, hogy egyrészt a déli határ az egy zárt határ legyen, tehát a Biden adminisztráció idejétől eltérően ne juthassanak át rajta tömegesen illegális migránsok, illetve azért, hogy adott esetben működjenek azok a visszatoloncolások, amelyeket Donald Trump beharangozott már a kampányban, tehát hogy az illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodókat, őket vissza tudják toloncolni. Nagy kérdés lesz, hogy hova és milyen formában, de ugye ő belengedte ezeket a visszatoloncolásokat. Ami még egy talán érdekes kinevezés, az ugye Mike Waltznak a kinevezése, aki nemzetbiztonsági tanácsadó lesz, illetve Bill McKinley, aki egy republikánus ügyvéd, és ő pedig a Fehérháznak a tanácsadója, illetve azért jól látszik az, hogy nagy hangsúlyt igyekszik fektetni két geopolitikai térségre Donald Trump elnökként, az egyik Ukrajna, a másik az a Közel-Kelet kérdése. Ugye lesz egy közel-keleti megbízottja Steve Witkoff személyében, aki hosszú ideje foglalkozik már a térséggel, illetve azért azt is látni kell, hogy például a költségvetést többször erősen bírálta, nyilván nem szakpolitikai kérdésekben feltétlenül, de hogy rossz irányba költik el a költségvetési pénzeket, és ennek a kormányzati hatékonysági intézménynek lesz most a feje, vagy a fejei pontosabban, Vivek Ramaswamy, illetve Elon Musk. És én azt gondolom, hogy ő nagy reményeket fűz, mármint Donald Trump nagy reményeket fűz ennek a két embernek a ténykedéséhez, a tekintetben, hogy megfelelően tudják majd a költségvetést csoportosítani, hogyha úgy tetszik. Nyilván ez nem az ő feladatuk, és nem az ő felelősségük és hatáskörük, hiszen az erszény hatalma az a képviselőháznál van, és ugye ők döntenek a költségvetéstől, de azt gondolom elzárhatnak bizonyos olyan csapokat, hogy ne folyjon el a pénz fölöslegesen, vagy pedig olyan célokra, amiket Trump nem tart szükségesnek, sőt mondjuk kifejezetten rossznak tart mondjuk akár a woke ideológiának, akár az abortusznak a propagálására. Ugye a stábból viszonylag sok embert ismerünk már, a kabinetből azért ennél kevesebbet, ugye amit eddig, ez még nincs sajtóhír, tehát nem tudjuk biztosan, de jó eséllyel Marco Rubio lesz a külügyminiszter, illetve Liz Eldin lesz a környezetvédelmi ügynökségnek a vezetője. Róla talán érdemes lesz majd beszélni egy pár szót, ha mélyebben belemegyünk a kérdésbe, illetve Kristi Noem lesz, vagy lehet a belbiztonsági miniszter, az ő helyzete is érdekes ebből a szempontból, illetve John Ratcliffe lehet a CIA-nak a vezetője, és ugye említettem, hogy van egy két és feledik pozíció típus, ez pedig a nagyköveteknek a típusa, hogyha úgy tetszik. Itt két név kering közszájon, az egyik az Elsie Stefanike, akit az Egyesült Nemzetek mellé, tehát az ENSZ mellé próbál, vagy szeretne delegálni a Donald Trump, illetve a másik, ami egy jól mutatja szerintem az Egyesült Államok prioritásait, hogy az Izraelbe akkreditálandó nagykövet, hogyha úgy tetszik, akkor már közszálljon forog, hogy talán Mike Huckabee lehet az, ugye Arkansas egykori kormányzója, de még egyszer mondom, ezeknek a döntő többsége, ezek még mind sajtóhírek, tehát hogy biztosat nem tudunk, de azért ezek a nevek közszájon forognak, amiből azért lehet és talán érdemes is következtetéseket levonni az eljövendő Trump kormányzatra nézve. Milyen a médiája egyébként ezeknek a személyeknek? Tehát hogyan viszonyulnak ezekhez a bedobott nevekhez mondjuk a CNN-nél, vagy mondjuk a New York Times-nál?
A fősodratú média az nagyon sok esetben értetlenkedéssel vagy értetlenséggel fogadja ezeknek a jelöléseknek egy jelentős részét. Egy nagyon egyszerű példát mondok, akit talán nem említettem meg eddig, ugye ő Pete Hegesz, aki a védelmi miniszteri pozíciónak lehet a várományosa, ő ugye a Fox News-tal érkezik. És nagyon sok fősodratú médium az értetlenkedéssel fogadja, hogy de hát miért és hogyan és hogy lehet, hogy egy TV hostból a kabinett tag lesz. Azt nem szokták egyébként hozzátenni, hogy Hegeső katona volt és szolgált Afganisztánban és Irakban, és ugye különböző kitüntetéseknek a birtokosa, de ezzel együtt azért elfogadják azt a tényt, ami szerintem tényként kezelhető, hogy ezekkel a kinevezésekkel Trump kétfajta dolgot igyekszik megtenni, vagy két célt igyekszik elérni pontosabban. Az egyik az, hogy híjákat nevez ki kulcspozíciókba, ez igaz egyébként Rubióra is, de igaz egyébként más pozíciókra is, ez a más jelöltekre is, illetve hogy hozzá lojális embereket nevez ki. Itt megint ki lehet térni egyébként arra, hogy vannak olyan emberek, a kinevezettek, vagy a jelöltek között pontosabban, hiszen még mindig csak jelöltekről beszélünk, akik régebben kritizálták Donald Trumpot különböző ügyekben, ezt különböző baloldali médiumok szeretik is elővenni, de azt már nem teszik hozzá, hogy ők azért keresztül mentek egy jelentős transformáción ebből a szempontból. Két nagyon egyszerű példát hadd mondjak. Elsie Stefanik, aki azért sok esetben a pályája kezdetén, hogyha úgy tetszik, akkor kritizálta Donald Trumpot, és már ha úgy nézik, az egyik leghűségesebb szövetségesévé vált, és a másik, akit pedig előszeretettel előhúznak, az Marco Rubio, a külügyminisztériumnak a potenciális vezetője. Ugye szeretik elmondani azt például, hogy egy kicsit Magyarországhoz közelebb hozzam a kérdést, hogy ő annak idején még az első Trump ciklus alatt, az első Trump adminisztráció alatt egy fél tucat másik szenátorral együtt aláírt egy levelet, amiben arra kérte Donald Trumpot, hogy tegye szóvá a magyarországi demokrácia helyzetét akkor, amikor a Fehérházban fogadta Orbán Viktort, csak azt már nem teszik hozzá, hogy az azóta eltelt időben Rubio egy jelentős politikai fordulaton ment keresztül, és a Trump kritikusból Trumpnak egy, ha nem is feltétlen hívévé vált, de azért mégiscsak egy hozzá sokkal közelebb álló személyiséggé változott. Nem ő az egyetlen nyilván, tehát J.D. Vance az alelnöke, vagy alelnök jelöltje a legjobb példa erre, hiszen azért, ha visszaemlékszünk, akkor ő hosszú-hosszú évekkel ezelőtt még egészen negatív, vagy egészen erős kritikákat fogalmazott meg Donald Trump-al szemben, és már eljutottunk odáig, hogy vele párban indult el az elnök választáson, és nyerte meg az elnök választást, és lesz így J.D. Vance az ő alelnöke. Mielőtt rátérünk a személyekre egyesével, hogy milyen hatással lehetnek már az Egyesült Államokra, beszéljük meg azt, hogy mekkora hatásuk van az egyéneknek, ezeknek az adminisztrációban résztvevő személyeknek az adott ügynek az irányításában, és mekkora hatás van erre az elnöknek? Én azt gondolom, hogy alapvetően Donald Trump csak olyan személyeket nevez ki, akár a kabinetbe, akár a stábba, akár nagykövetnek, akik az ő agendáját támogatják 100%-osan lehetőleg. Tehát nyilvánvalóan olyan munkát vár vagy várhat el tőlük, amely megegyezik az ő elképzeléseivel. Ezzel együtt az ügyeknek az előkészítésére, az elnök elé, vagy akár a törvényhozás elé juttatására, arra nyilván nagy ráhatása van ezeknek a személyeknek, de nem gondolom azt, hogy bármelyik esetben azzal kell szembesülnie Donald Trumpnak majd a következő 4 évben, már amennyiben mindegyik kinevezettje szolgál 4 évig, hiszen az előző Trump adminisztrációból azért emlékszünk arra, hogy több különböző poszton is váltották egymást az emberek. Szóval nem kell attól tartania, hogy komoly szembenállás lenne, vagy ellenállás lenne az ő elképzeléseivel szemben a kabinetben, vagy a stábban. A törvényhozás az egy külön kérdés, hiszen ugye nagyon úgy néz ki, hogy mind a két házban meg lesz a többsége a republikánusoknak,
de ugye ez egy kegyelmi állapot, hogyha úgy tetszik, tehát ez a trifekta, amikor minden, a Fehérház, a Szenátus és a Ház is egy pártnak az irányítása alatt van, az alapvetően 2 évig tart, hiszen a következő félidős választások azok 2 év múlva lesznek, és ott nem tudjuk megjósolni, hogy mi fog történni, bármelyik háznak a többsége az cserélődni fog-e, illetve azért azt is látjuk, tudjuk, hogy különböző republikánus képviselőket kivesz gyakorlatilag Donald Trump a házból azért, hogy a kabinet tagjaival nevezze ki őket, és nem csak képviselőket, de szenátorok, illetve kormányzók esetében is látunk ilyeneket. Ez érdemben azt gondolom nem fogja felborítani a következő időszakot, már csak azért sem, mert mondjuk ha ténylegesen Marco Rubio lesz a külügyminiszter, akkor a következő általános választásokig, ami 2 év múlva lesz, hogy a félidős választás, addig Rubio helyére nem választanak másik szenátort, hanem DeSantis kormányzónak van meg a joga arra, hogy kinevezzen egy új szenátort erre az időszakra, tehát hogy befejezze ezt a ciklust, és gondolom, hogy ugyanolyan gondolkodású kormányzót, illetve szenátort fog kinevezni, mint amilyen Rubio, de alapvetően azért azt gondolom, hogy inkább az elnök fogja irányítani a nagy kérdéseket, tehát a kardinális kérdéseket, és az lesz a feladata a kabinettagoknak, a stábtagoknak, hogy ezekben a nagy kérdésekben az elnök keze alá dolgozzanak, ha úgy tetszik, és olyan politikai javaslatokat tegyenek le az asztalra, amelyek egyeznek az elnöknek az elképzeléseivel, már csak azért is, mert a kampányban nagyon világosan és egyértelműen megfogalmazta Trump, hogy mit szeretne mondjuk a határzár kapcsán, mit szeretne a gazdaság kapcsán, mit szeretne a vámok kapcsán, mit szeretne a különböző bel, illetve külpolitikai, a szakpolitikai kérdések kapcsán. Tehát nem is nagyon gondolom azt, hogy a republikánus pártban van most olyan érdemi csoport, amelyik szembe tudna vagy akarna menni Trumpnak az akaratával, már csak azért is, mert akik voltak, akár a Liz Cheney, akár a Lincoln projektnek a tagjai, ők döntően már elhagyták a republikánus pártot, és most úgy tűnik, hogy nem a republikánus pártnak van elnöke, hanem sokkal inkább az elnöknek van egy republikánus pártja. Nem tudjuk, hogy ez meddig marad így, de jelen pillanatban ez az, ami látható. Beszéljünk akkor egy kicsit a jelöltekről. Kezdjük talán Marco Rubioval, ugye ő a várományosa lényegében a külügyi tárcának. Milyen külügyminiszter, vagy hát nyilván az Egyesült Államok nem így hívják, de milyen külügyminiszter lehet Marco Rubio? Mit gondol a legégetőbb kérdésekben? Ugye a legégetőbb kérdések, azok most alapvetően az orosz-ukrán konfliktus, a közel-kelet kérdése, illetve Kína kérdése. Külügyekről beszélek nyilván, hiszen a külügyi államtitkár lehet Rubio. Az orosz-ukrán háború kapcsán azt érdemes megemlíteni, hogy a legutolsó, még a jóval Biden adminisztráció alatt elfogadott, és egyébként rettentő sokáig elhúzott Ukrajnának nyújtandó több 10 milliárd dolláros támogatás esetében Rubio ellen szavazott ennek a támogatásnak, és ő alapvetően szkeptikus azzal a politikával kapcsolatban, amit a Biden adminisztráció folytat Ukrajnával kapcsolatban, és több interjújában ő ezt hangoztatta, érdemes ezeket egyébként visszanézni. Az NBC-n volt talán egy ilyen interjúja többek között fél évvel, évvel ezelőtt, ahol már akkor azt mondta, hogy ennek a háborúnak a tárgyalóasztal mellett kell véget érnie, és nem is olyan régen mondta ki azt, amit már egyébként sokan kimondtak előtte, csak olyan magasrangú politikus, mint ő, talán még nem, mármint amerikai politikus, hogy patthelyzet van a fronton. És katonai megoldása nincs igazán ennek a konfliktusnak, hanem valamilyen szinten arra kell rávenni, ha úgy tetszik kényszeríteni a feleket, hogy igenis üljenek le a tárgyalóasztalhoz, és igenis egy tárgyalóasztal mellett vessenek véget ennek a konfliktusnak minél hamarabb. Nem ismerjük nyilván a részleteket, tehát nem tudjuk, hogy milyen formában szeretnék elérni ezt a tárgyalásos békét. Nem is olyan régen volt egy kiszivárogtatás, kinek hogy tetszik, Financial Times-ban, amelyik azt mondta, hogy Trump alapvetően Ukrajna részeként szeretné ezeket a területeket megtartani, de olyan nagy fokú autonómiával, ami nagyon-nagyon ritka, illetve hogy a békének a fenntartását, az pedig alapvetően az európaiakra bízná, és próbálná onnan
kimenni, vagy hát katonailag ebben nem részt venni, de mondom még egyszer, ez egy találgatás, nem tudjuk, hogy pontosan milyen békét szeretnének elérni, de Rubio egy kemény vonalas ebből a szempontból, illetve kemény vonalas még egy szempontból, nyilván nem kell magyarázni, hogy miért kommunista ellenes Rubio, hiszen az ő családja a kommunista Kubából érkezett az Egyesült Államokba, de hogy az olyan kommunista rendszerekkel kapcsolatban, mint Kuba, illetve a kínai kérdés, ott ő azért szintén nagyon kemény vonalas, tehát egy héja ebben a tekintetben, hogyha úgy tetszik, és kemény álláspontot fog képviselni Kína tekintetében, legyen szó kereskedelempolitikáról, legyen szó vámpolitikáról, de legyen szó bármilyen szakpolitikai kérdéstől. Azt gondolom, hogy eltérés lesz Rubio és mondjuk a demokrata adminisztráció között, hogy Kína esetében mondjuk nem feltétlenül az emberi jogokat fogja a top prioritások közé tenni, mert hiszen az egy szélmalomharc, hogyha úgy tetszik. Ez Biden adminisztráció esetében is láttuk, Blinken külügyminiszter esetében is láttuk, hogy természetesen elmondta, hogy az ujgurok jogaival problémák vannak, a tibetiek jogaival problémák vannak, de hogy ez egy szélmalomharc volt az ő részéről is, és érdemi eredményt nem tudott elérni. Rubio ebben a kérdésben szerintem máshogy fog priorizálni. Illetve még egy dolog, a közel-kelet kérdése. Azt látni kell, hogy nem csak Rubio, de több jelöltről is pontosan tudjuk, hogy mondjuk Izrael elkötelezett támogatói, tehát eltérően megint csak attól, amit a Biden adminisztráció alatt láttunk, nem lesz ilyen csiki-csukizás, hogyha úgy tetszik, hogy most akkor melyik oldalon is állunk, hogy Schrödinger macskájához hasonlóan kicsit kint, kicsit bent, hanem egyértelműen Izrael pártján fog állni az adminisztráció ebben a kérdésben, és lesz egy nagyon határozott kiállás és egy nagyon határozott véleményklíma ebben az ügyben. Magyarország és Európa szempontjából milyen figurák kerültek hatalomra? Nekünk kedveznek, vagy inkább ellenünk? Én azt gondolom, hogy ha politikailag nézzük, akkor egyértelműen olyan emberek kerültek be a Fehérházba, akár maga Donald Trump, akár J.D. Vance az ő alelnöke, akár mondjuk Rubiót, hogyha nézzük, akik politikai szempontból olyan elképzeléseket képviselnek, például az orosz-ukrán háború mielőbbi véget érése, például az Izrael melletti kiállás, ami egybecseng a magyar állásponttal és a magyar érdekkel. A gazdasági kérdés az egy másik kérdés, hiszen, amint már említettem, azért több olyan politikus is van a jelöltek között, akik egyértelműen héjek Kína tekintetében, és nyilván itt az Egyesült Államok és az Európai Unió között lehetnek súrlódások a Kína politika kérdésében, meg egyébként úgy általában a vámpolitikák, a gazdaságpolitikák kérdésében, és mivel Magyarország az Európai Unió megkérdőjelezhetetlen tagja, ezért nyilvánvalóan ezek a súrlódások Magyarországot is érinteni fogják. De ezek alapvetően nem az Egyesült Államok és Magyarország közötti súrlódások, hanem az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti potenciális gazdasági súrlódások. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a gazdaság területén is lesznek egyértelmű pozitív előrelépések. Gondolok itt például arra, hogy a Biden adminisztráció által meg nem újított kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt pontosabban azt meg lehet újítani, és ez egy olyan gazdasági klímát teremt, ami Magyarország számára jó és pozitív, illetve azért azt nem szabad elfelejteni, hogy az Egyesült Államok ott van a legfontosabb befektetők között Magyarországon, tehát a gazdasági kapcsolatok azok eddig is jól működtek, még akkor is, hogyha a Fehérházban egy olyan adminisztráció volt, amelyik nem feltétlenül értett egyet sok mindenben Magyarországgal, illetve ami a legeklatánsabb kérdés, vagy a legégetőbb kérdés talán az Egyesült Államok Magyarországra akkreditált nagykövetének a kérdése. Ugye megjelent nem is olyan régen talán egy emlékeztető arról, hogy várhatóan, bár ugye nem a CIA hatáskörébe tartoznak a nagykövetek, de azért mégiscsak sokat mondó az, hogy az a John Ratcliffe lehet a CIA-nek a vezetője, aki nem is olyan régen sok más nagykövet mellett egyébként David Pressmont is bírálta
a Wall Street Journal hasábjain a woke ideológiának az erőltetett terjesztése miatt, és amiatt, hogy valójában ők nem az amerikai értékeket próbálják meg előmozdítani, ami részben egyébként nyilván feladata lenne egy nagykövetnek, teljesen logikus módon, hanem sokkal inkább a demokrata párthoz kötődő érdekeket próbálnak meg előmozdítani, és az ilyen jelölések, vagy majdan kinevezések, azok azt gondolom, hogy legalábbis szimbolikusak ebben a tekintetben, hogy hogyan alakulhat az Egyesült Államok és Magyarország viszonya a következő 2, illetve 4 évben. Nyilván mind a két országnak, főleg Magyarországnak tisztában kell lennie a súlybeli különbségekkel, méret, gazdaság, népesség, minden egyéb tekintetben. Hogy mondjam, érzékeltet sem egy példával, Magyarország egy picikét nagyobb, mint Rhode Island, ami az egyik legkisebb tagállam, tehát hogy nyilván a helyünkön kell kezelni saját magunkat, de azért nagyon fontos az, hogy az Egyesült Államok elnöke és Magyarország kormányfője között van egy jó személyes nexus. Említett még egy személyt, a Környezetvédelmi Ügynökségnek a vezetőjét, Liz Eldint. Róla mit kell tudni? Zeldin egy nagyon érdekes kinevezés lesz ebből a szempontból, hiszen ő azért többször hangot adott annak az elképzelésének, hogy nem feltétlenül híve annak a fajta a környezetvédelmi politikának, amit a Biden adminisztráció vitt. És ugye, hogyha visszaemlékszünk Trumpnak a győzelmi beszédére, akkor abban azért elhangzott egy olyan félmondat, hogyha úgy tetszik, vagy egy olyan szlogen, hogy drill baby drill, tehát ez a fúj baby fúj, ez arra utal, hogy ő újra előtérbe fogja állítani, már mint Donald Trump, újra előtérbe fogja állítani a fosszilis energiáknak a felhasználását, szemben azzal az erőltetett zöld politikával, amit a Biden adminisztráció vitt. Ez nem azt jelenti, félreértés ne essék, hogy egy az egyben vissza fog fordulni mondjuk a Biden adminisztrációnak a szakpolitikai teljes egészétől, de azért az mégiscsak azt gondolom, hogy is fogalmazzak, tehát arra fogja rábírni, vagy inkább abba az irányba próbálja meg előmozdítani majd az érdekgazdákat, tehát mondjuk a cégeket, az olaj és gáz kitermelésben érdekelt cégeket, hogy igenis visszatérjenek ahhoz az elképzeléshez, hogy új gáz, illetve olaj kitermelő kutakat állítsanak be a termelésbe, már csak azért is, mert ugye az energia primátust, vagy az energia elsőséget vissza akarja hozni Donald Trump ebben a kérdésben, és ennek egyébként azt gondolom, hogy a személyzeti politikán túl a gazdasági, meg politikai okai is vannak. Nyilvánvalóan jó megítélés alá eshet az átlag amerikaitól a Trump adminisztráció abban az esetben, hogyha a benzingallonon kinti árát azt ismét le tudja csökkenteni, akár jelentős összeggel, illetve azért azt is látni kell, hogy nem feltétlenül volt az a teljes amerikai gazdaságban érezhető, hogy Bidenék milliárdokat öntöttek a környezetvédelmi politikába. Nyilván ennek köszönhető volt az, hogy épültek új gyárak, akár Wisconsinban, akár más államokban, de azért az alapvetően mégsem annyi munkahelyet hozott létre, mint amennyit ígért Joe Biden, vagy amennyi elképzelés volt a demokrata pártban ezzel kapcsolatban. Ez volt a Világnézet adása, Erdély Rezső Krisztián. Nagyon szépen köszönjük, hogy fogadta a hívásunkat. Köszönöm szépen.